Lassult az oltás üteme, jövő héten jöhet az újabb enyhítés. Sport és kulturális támogatás holnap éjfélig pályázhatnak. Márti válaszol, virtuális kolléga az Egererdő csapatában. Ezek ma a legfontosabbak, jó estét kívánok! Lassult az oltás üteme Magyarországon, így a várva várt enyhítésekre, mint a kötelező maszkviselés megszűnésére még várni kell. A házi orvosok már csak második oltásokat adnak. A vakcinák beadását várhatóan július közepén fejezik be. A regisztráltak a kórházi oltópontokra érkezhetnek, akár időpont egyeztetés nélkül. Márciusban 10 nap alatt több mint 500 000 embert oltottak be, az elmúlt hetekben azonban jelentősen csökkent az oltások beadásának üteme. Ez a görbe is jól mutatja, hogy az 5 milliós határ átlépése óta csak lassan, fokozatosan emelkedik az átoltottság. A múlt hétvégén például 2 nap alatt mindössze 13 000 fő kapta meg a vakcinát. Jelenleg közel 5.477.500 a beoltottak száma Magyarországon. A kormány csütörtökre tervezte, hogy elérjük az 5.5 millió főt, de az ekkor életben lévő enyhítés úgy tűnik, még várnunk kell. Mint például arra, hogy megszűnjön a kötelező maszk használat, és védettségi igazolvány nélkül is lehessen szállodákba, éttermekbe, fürdőkbe, strandokra menni. Az oltás lassulása miatt ma már a belga és finn elsőre átoltottak aránya is magasabb, és a nemzetközi adatok szerint egyre több uniós ország fog lehagyni minket az 56% körüli arányunk mellett. Még mindig körülbelül 2.5 millió felnőtt, illetve további 500 000 12-18 év feletti nem oltatta be magát, pedig vakcina elegendő lenne rá. A gyöngyösi házi orvosok hetekkel ezelőtt kaptak egy olyan levelet, amelyben az áll, hogy az oltási kampány véget ért, így ők az első oltások beadását már befejezték, július közepére pedig a második oltásokat is beadják. Mivel már kevés a regisztrált, újabb szállítmány nem is érkezik hozzájuk, hiszen egy üvegcsében 6-10 adag oltóanyag található, azt pedig már egyszerre nem tudnák felhasználni. Aki most regisztrál, a kórházi oltóponton kaphat vakcinát, akár előzetes időpont foglalás nélkül is. A Bugát-Pál kórházban hétfőn 8-tól 16 óráig, kedden és szerdán 11-től este 7-ig, csütörtökön és pénteken 7-től 15 óráig, hétvégén és ünnepnapon pedig 8-tól délután 1 óráig zajlik az oltás. Június 30-án éjfélig pályázhattak még sport, illetve kulturális tevékenység támogatására gyöngyösi civil szervezetek, alapítványok, intézmények, magánszemélyek és nemzetiségi önkormányzatok. Mindkét pályázatra 2.5 millió forint támogatási összeg áll rendelkezésre, amit a bizottságok júliusban fognak elbírálni és szétosztani a nyertes pályázók között. Az önkormányzat idén is nyújt támogatást sport, illetve közművelődési, kulturális és művészeti tevékenységre. A pályázóknak a képen látható adatlapokat kell kitölteniük, és személyesen vagy postai úton benyújtaniuk. A szükséges dokumentumok megtalálhatók a város honlapján. A pályázatoknak a elbírálása ezen szervezeteknél a szakbizottságok, tehát a Turisztikai Ifjúsági Sportbizottság, illetve az Oktatási és Kulturális Bizottság által kerül majd eldöntésre, elbírálásra, de ha alapítványt érint, akkor a képviselőtestület fog majd benne természetesen döntést hozni. Dr. Horváth Gábor igazgató azt mondja, a pályázati adatlapon a szervezeteknek meg kell jelölni a tevékenységüket, valamint hogy milyen programra szeretnék felhasználni a támogatást, ugyanis az elnyert összeget csak a pályázatban megjelölt célokra lehet költeni. Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be, azonban egy pályázaton belül támogatás több tevékenységhez igényelhető. A legkisebb összeg egyébként 30 000 forint, a forrás pedig mind a két pályázatnál 2.5 millió forint, tehát ezt fogják a bizottságok elosztani július hónapban. Lényeges, hogy nyáron, ősszel ezek a programok megvalósuljanak, amik majd a nyert pályázatokban benne lesznek. December 30-e a határidő, és jövő év elején január 30-ig kell majd elszámolni a pályázati támogatások összegéről. Dr. Horváth Gábor kiemelte, azok a pályázók, akikkel szemben csőd, felszámolási, végelszámolási eljárás van, vagy köztartozása van, azok nem nyújthatnak be pályázatot. Az eredményekről írásban értesítik a pályázókat, tette hozzá. Fakivágás miatt július 1-én csütörtökön 7 órától lezárják a volt tüdőgondozó mögött az Egri út 2-es szám közelében lévő parkolót. Egy járda mellett lévő korhat fát vágnak ki, amely egyaránt veszélyes a gyalogosokra és a parkoló gépjárművekre is, miután az utóbbi időben a fáról több nagyobb ág is letört.
A fagyivágás miatt az önkormányzat arra kéri a gépjármű tulajdonosokat, hogy csütörtökön reggel 7 órától ne használják a fa környékén lévő parkolókat. A nyári munkát vállaló diákok a közteherviselés szempontjából felnőttnek számítanak. Bejelentésükre, adózásukra a diák szövetkezeten keresztül vállalt munka kivételével ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint más munkavállalók esetében. A NAV most a legfontosabb tudnivalókat közölte a fiatalokkal, hogy tisztában legyenek a munkájukat terhelő adókkal és járulékokkal. Dübörög a diák munkaszezon, ilyenkor nyáron sok fiatal tanuló vállal munkát, hogy belekóstoljon a felnőtt életbe és plusz jövedelemre tegyen szert. A diákok szülői engedéllyel 16 éves koruktól dolgozhatnak, de szünidőben már a 15 éves nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát. A munkavállaláshoz adóazonosító jelre van szükség, ezért ha a diák még nem rendelkezik vele, vagy esetleg elvesztette az adókártyáját, azt a NAV-nál tudja igényelni a 21T34-es nyomtatványon. A megállapodás előtt célszerű a leendő munkáltatót ellenőrizni a NAV honlapján, az adatbázisok rovatban, a bennem jelentett alkalmazottat foglalkoztató cégeknél ugyanis kockázatos munkába állni, hangsúlyozza a NAV sajtóreferense. A diák munkával szerzett jövedelem néhány kivétellel adóköteles. A személy jövedelemadó mértéke 15%, amelyet a munkaadó adóelőlegként von le a diák bruttó béréből. Ha munkaviszonyban vagy biztosítást eredményező megbízási jogviszonyban dolgozik a tanuló, akkor egyéni járulékot is kell fizetnie, amelyet szintén a munkáltató von le. Munkaviszony esetében ragaszkodni kell az írásban megkötött munkaszerződéshez, amely 18 éves kor alatt csak a törvényes képviselő hozzájárulásával érvényes. A szerződésnek tartalmaznia kell az alapbért, a munkakört, a munkaviszony időtartamát, jellegét és a munkavégzés helyét. A munkaszerződésben a felek megállapodhatnak havi, heti, napi vagy órabérben, vagy akár teljesítménybérben is. A diáknak azonban meg kell kapnia a minimálbért, amely napi 8 órás foglalkoztatásnál havonta bruttó 167.400 forint. Ha a diákok egyszerűsített foglalkoztatás, tehát alkalmi vagy idénymunka keretében dolgoznak, akkor ebben az esetben nem kötelező a szerződést írásba foglalni. Gyöngyösen tartott a nyári találkozóját a Vasutas Természetjárók Szövetsége. A 120 fős csoportnak a Gyöngyös-Mátra Turisztikai Egyesület által vizsgáztatott három idegenvezető tartott városnéző körutat. Az idegenvezető képzés rendkívül népszerű volt, ezért a tervek között szerepel, hogy a programot újra elindítja az Egyesület. Innen a Mátra Múzeumtól indult a Vasutas Természetjárók Szövetségének éves nyári találkozója. A 120 fős csoportnak a tavaly vizsgázott új idegenvezetők közül hárman tartottak városnéző túrát, köztük Csendes Katica is, aki számára fontos, hogy vendégei minél jobban megismerjék a város épületeinek történetét. Én remélem, hogy lesznek helyi sétáink is, mert minden alkalommal, amikor barátoknak tartottam itt az elmúlt járványügyi helyzetben, gyakoroltam a barátaimon, és láttam, hogy rácsodálkoznak, hogy és azóta másképp mennek el azok előtt a házak előtt, amiről tudjuk, hogy például második Rákóczi Ferenc is ott járt. Az Orci kastély mellett többek között a belvárostér épületeit, valamint a főteret és az ott található Szent Bertalan templomat is meglátogatták a szövetség tagjai. A leghíresebb épületek megtekintése mellett a túrázás is szerepelt a programok között. Nagyon jó túrázó hely, Mátra ez egy nagyon szép, vadregényes vidék. Gyöngyös és Mátra rendkívül népszerű a turisták körében, a levizsgázott idegenvezetőknek így a nyári szezonban bőven lesz munkájuk, mondta el televíziónak Benkő Béla, a Gyöngyös-Mátra Turisztikai Egyesület elnöke. Van közöttük olyan, aki már külön megkeresett minket, hogy neki van tematikus ötlete Gyöngyös városnézésével kapcsolatban, különleges épületek vagy olyan helyek meglátogatása, amik amúgy nincsenek nyitva, és kérte a segítségünket, hogy segítsünk abba, hogy bizonyos épületek kinyitásra kerüljenek, és akkor ő majd vinni fog oda egy csoportot. Tehát azt is látjuk, hogy az idegenvezetők között vannak olyanok, akik proaktívak és kitalálnak tematikus programokat. Az idegenvezetői képzés rendkívül népszerű, ezért a tervek között szerepel, hogy a programot újra elindítják, mondta Benkő Béla.
Virtuális kollégával bővült az Egererdő ZRT csapata. Mártit a Mátra Vasút fiatal munkatársai hozták létre, mivel az ügyfélszolgálatra nagyon sok telefon érkezik, olyan általános kérdésekben, mint a nyitvatartás vagy a kisvasút menetrendje. Márti a legnépszerűbb közösségi oldalon és annak chat felületén is megtalálható, így gyorsan és könnyen tud válaszolni az utasok kérdéseire. Útvonalak, programok, menetrend, nyitvatartás, díjszabás és látványosságok a Mátra Vasútnál. Az ezekkel kapcsolatos kérdéseket már nem csak személyesen és telefonon, hanem chat felületen is feltehetjük. Októbertől fejleszti az Egererdő ZRT új chatbotját, amely jelenleg is tesztüzemben működik. Márti azért született, mert a társaság munkatársai rengeteg telefont kapnak általános témákban. Nem csak a menetrendet, az aktuális menetrendet és az aktuális díjszabást ismeri, hanem a pályaszakaszokat, a Mátra Vasút múltját, illetve a gördülő állományt is nagyon jól ismeri, és lehetőle ilyen fajta kérdésekre is választ kapni. Márti ezen kívül ismeri a környékbeli látványosságokat is, üzenetben például akár a Kozmári kilátóról is kérdezhetünk. A virtuális kolléganő létrehozásához nem volt szükség technikai fejlesztésre, az Egererdő ZRT fiatal munkatársainak kreativitása, tudása nyomán jött létre, ami követendő példa lehet a többi kisvasút számára is, tette hozzá Víg Ilona. A Mátra Vasút nevével jól összecsengő Márti névre azért került a választás, mert ugye a vasutasok körében általában a mozdonyokat is női nevek után nevezik el, így történt a női névnek a kiválasztása. A chatbot jelenleg tesztüzemben működik, de ha sok pozitív visszajelzést kapnak az utasoktól, az Egererdő tervei szerint a többi járaton is létrehoznak hasonló virtuális munkatársat. A fejlesztők arra kérik az utasokat, teszteljék Mártit, és ha bármilyen problémát észlelnek, jelezzék feléjük, hogy tökéletesíteni tudják az alkalmazást. Az Energeszi Gyöngyös labdarúgó szakosztálya eredményes évet zárt. A klubvezetés azonban úgy tűnik, bizonytalannak véli a jövőt, és az Zuhany híradó szerint már a klubelnök lemondásáról szóltak a hírek. Csiba Attila azonban úgy tűnik, cáfolta ezt, sőt elmondása szerint van ok az örömre, de sokáig nem ülhetnek karbatett kézzel. Jó évet zártunk, és akkor itt be is fejezhetnénk, de amit elmondtál, tényleg nagyon sikeres évet zárt az Energeszi. Pont amikor ide jöttem, tartottam egy kis számvetést, tehát összerakva a dolgainkat, egy első helyezésünk, egy második helyezésünk, egy harmadik helyezésünk, egy negyedik helyezésünk, egy hatodik helyezésünk és egy hetedik helyezésünk van, és ezért rendő az utánpótlás és a felnőtt csapatokra, futsal, nagypálya vonatkozásban, aztán strandfocival mi lesz, azt még nem tudjuk, mert ugye van egy kupa győztes csapatunk. Az U15-ünk ugye bajnok lett, a megye egyes felnőtt pedig a klub fennállásának legjobb teljesítményével a dobogón, annak is a második helyén végzett. Úgy gondolom, hogy szakmailag és visszatekintve az év koronavírussal, mondjuk így fertőzött, de inkább terhelt időszakára, jó évet zártunk. A klubelnök elmondta, nem jövőbe látó, de az tény, ezt az eredményt már be lehet írni a klub almanakjába. A folytatást illetően most magas a mérce, de ez nem minden áron követendő. Ha adottak lesznek a keretek, akár a folytatás is lehetséges így. Ez az év azt mutatta meg, hogy mit tudunk elérni. Aztán, hogy ez minden évben tartható-e, ez úgy gondolom, hogy minden évnek az aktuális játékos, anyagi, szakmai és egyéb lehetőségeinek a függvénye. Én úgy gondolom, hogy nem kell ebből maximálisan minden évben ezt az elvárást a csapat elé tenni, mert az egy nagy teher. Úgy gondolom, hogy a játékos, edző és egyéb kiválasztásnál mindig a megfelelő reális célokat kell előre megtervezni. Az elmúlt napok már hoztak jelentős változást a klub életében. Az végleg eldőlt, hogy Csiba Attila marad az elnök, illetve új hír, hogy a felnőtt labdarúgó csapattól Nagy Gábor vezetőedző 60-ba teszi át a székhelyét, Török János erőnléti edző pedig Majzik Zoltánt váltja majd Gyöngyös halászom. Több mint 1,5 millió magánszemélynek és egyéni vállalkozónak küld értesítést adószámla egyenlegéről az adóhatóság. A kézbesítés a hónap végén kezdődik, az adószámla egyenlegéről csak az kap értesítést, akinek legalább egy adónemből 5000 forintnál több tartozása, vagy 1000 forintnál több túlfizetése van. Emellett késedelmi pótlékértesítőt is kapnak azok, akik fizetési kötelezettségüket tavaly nem, vagy csak késedelmesen teljesítették, és emiatt 5000 forintot elérő pótlékuk keletkezett.
Kivezeti régi típusú, negyed évszázada használt hitelkártya méretű SIM-kártyáit a Telenor. Az új környezettudatosabb kártyák folyamatosan érkeznek az üzletekbe, és váltják ki a korábbi, elavult megoldást, olvasható a Telenor közleményében. A lépéssel az új SIM-kártyákhoz kapcsolódó csomagolási hulladék, a kártyákat körülölelő műanyag, valamint a fólia csomagoló mérete egyaránt 50%-kal csökkenhet. Az aktuális végén híreink még egyszer röviden. Lassult az oltás üteme, jövő héten jöhet az újabb enyhítés. Sport és kulturális támogatás holnap éjfélig pályázhatnak. Márti válaszol, virtuális kolléga az Eger Erdő csapatában. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!